Sziasztok! Spam vagyok, és ez egy hihetetlen erejű multitraft autós online GTA szerózás lesz. Volkswannal! Sziasztok! Bizonyám. Hogyha minden jól megy, akkor a későbbiekben Zyle is be fog kapcsolódni ebbe a borzasztóan hihetetlen interaktív. Igen, ő azt hiszem a te csatornádon még nem volt, de ugye azt kell tudni, hogy mi a való életben, és YouTube-on is eléggé összetartók vagyunk, és van közös videónk, és sokat közösen játszunk. És ezért valószínűleg vele is lesz egy hasonló videó. És most szerintem térjünk is rá arra, hogy miért is készítjük most ezt a videót nektek. Igen. Szóval a következők a témáink, hogy ugye ez most itt eléggé híres lett, és hogy annyit akarunk igazából nektek bemutatni, hogy ugye ez a CMTA szerver, ez egy eléggé nagy magyar szerver, amire regisztrálni kell. Igen, igen, ezt ugye Herbie is bemutatta, egy kevésbé híresebbek is, például nem tudom, a Zolzé atya, vagy, de bemutatta Herbie is, nem, ezt voltam először is, elnézést, szóval bemutatta Cover is, viszont ez csak egy fajta játékmód, nem csak ez van a San Andreas Multiba, hogy tudjátok, mik vannak, milyen fajták, és hogy miket is lehet itt csinálni. Szóval különböző témák vannak a különböző szervereken, vannak a play szerverek, amiken értelemszerűen mindent lehet csinálni. Vannak drift vagy race szerverek, ezeken általában autós játékokat kopíroznak le és raknak át GTA San Andreas-os módba. És hol lehet addolni, hol venni kell, hol regisztrálni kell, hol ingyenes, szóval ez igazából mindenhol így megoszlik. Vannak zombis játékok is gyakorlatilag, amik úgy működnek körülbelül, mint a Dead Island, aki ismeri, azt tudja, hogy miről beszélek, aki nem van. Hát igen, és igazából még rengetegféle van, lehetne sorolni, van, ami kodot kopizik, van, ami airsoft, van, ami mindenféle van tényleg, de most igazából mi csak az alapokba mennünk bele, lehet keresgélni igazából mindenfélét. Igen. Akkor megyünk szerverbe. Igen, és akkor melyikre? Hát egyik már favorizált? Hát igen, itt ugye az internet ablakocskában itt fölül, a bal felső sarokban tudtok keresni. Itt nekem most az van beírva, hogy stunt, de nem tudom miért. Ja, igen, miért igen. Játszottunk. Szóval itt, mint látjátok, ennyi borzasztóan sok szerver van. A lokálban az éppen, hát... LAN, igen, ugye, igen. Ugye a LAN-ra megnyitott szervereket tudjátok. A favorites-be, hogyha itt fönt egy ilyen kis szívecskét tesztek az adott, hát körülbelül ez is olyan, mint a browserekben, hogyha az adott mi ez, játéknak a host kódjára raktok egy ilyen kis szívecskét, akkor az itt megjelenik a favorites-ben, és a recent az pedig, amiben legutóbb játszottatok, azt a néhányat sorolja fel, vagy amire már valaha egyszer legalább rácsatlakoztatok. Hát látjátok, hogy nekem itt mindenféle van. Igen, egyébként a recentben érdemes törölgetni, és csak a kedvenc szervereiteket meghagyni, vagy ami egyáltalán tetszett, mert hát igen, elég sok felgyűlhet. A Trinity, legyen a Trinity. A Trinity-ről azt kell tudni, hogy egy sima, átlagos szerver, ahol bármit lehet addolni, majd ezt túl sokat videóztam Zyle, szóval majd Spam megmutatja ennek a menetét. Igazából itt szabadon lehet addolni meg mindent, lehet öldökölni, és tényleg bármit, az addolás meg hát gyakorlatilag csalások menetét pedig majd megmutatja nektek Spam. Na jó, van gyerekek, hát akkor itt... Ki. Úristen, már most nyírnak! Ó, hogy szakadna a nyakadba, nem egy, hoppá, hanem két! Hoppá! Hoppá! Na szóval... Ja igen, egyébként Z-vel, hogyha van mikrofonotok, akkor tudtok beszélni a szerveren például, és akkor megjelenik jobb oldalt a nevetek, például, hogyha azt mondom magyarul, hogy sajt, akkor mindenki hallani fogja, hogy sajt. T-vel pedig azt hiszem T-vel, ugye? Igen, T-vel lehet a chatbe írni. Na. Ugye, ó, várjál. Üdvözlöm. Tehát. A következők vannak, hogy ugye mindig amikor beléptek egy szerverre... Na, szóval, hogy mindig amikor beléptek egy szerverre, az adott szervernek az adatait le kell töltenetek, és a módosításokat, szóval ez egy rakás, akinek nincs túl jó netje, mint például nekem. Adnak tényleg baromi sok idő, gyakorlatilag 1 megásat is láttam már, de 560 megásat is. Úgyhogy igen, szóval minden elég finom. F1-jel tudtok dolgokat addolni, hát aki tud angolul, az oké.
itt, aki meg nem, hát most ez meg magárverseny, nem tudom csinálni. Különböző fegyvereket lehet, animációkat mutatok lehet, is néhányat. Ruhákat vagy skineket lehet cserélni, meg warpolni, ez a teleportálunk, öngyilkosság, nem túl boldog dolog. Lehet jetpacket is addolni, ezt majd használni fogjuk. Most például motorozok a levegőbe. Lehet. Az az. Járműveket. Itt lehet járműveket addolni. Na várjál, ez most komoly, ez mi? Nézd már így rám, hogy így most mit csinálok szerinted. Szerintem itt beülsz a Mekibe és éppen lehet. Szabálok. Na egyébként annyit még megmutatnak, hogyha egy ember... Nem mutatnak, jó van. Ha egy ember autóval van és én rámegyek a warpra, és rámegyek a nevére, akkor beszállunk mellé az autóban, abban az esetben, hogyha van hely, szabad hely még az autóban, hogyha pedig nincs, akkor pedig nem tudunk rávarpolni az autóban ülő emberre, vagy esetleg repülő, vagy bármi. Sajnos nem látták a felületet. Éppen az autóban nekik, szóval ilyen kis menőverdákat lehet csinálni. És gyakorlatilag itt az F1 és map dolgokkal, gyakorlatilag bárhova, akik a térképen vannak, bárhova, vagy bárkire, vagy bármely helyre oda mehettek. Itt az autóknál is különböző meg vele... Közben egyébként elnézésben azok a cseten itt néhány magyar itt már írogat. Igen. Addig nem mutatom repülőgép szkijeimet. Ja, egyébként gével lehet úgy beszállni ember mellé autóba, hogy, hogy nem szedett ki. Szóval az sima Enterrel vagy F-fel úgy szállsz be ember mellé, hogy, hogy gyakorlatilag kirángatod. Ha pedig gével, akkor pedig egyszerűen, egyszerűen beszállsz mellé, mint utas. Yes, nem tudom, szerintem nagyon gyorsan kapcsolat ki. Nem tudom. Lehet, én neked is csinálni például a fegyvert adban, és akkor szét lehet lopni a másik autóját. Hát ez te vagy itt. Igazából. Na, akkor mondjuk a szokásos kell nekem egy... M4. Kell nekünk... sniper. Ja, egyébként, ami nagyon vicces, lehet állítani a gravitációt. Most egyébként látnak engem a nézők? Ja, igen. Szerintem... Nézzetek. Az én képernyőm. Hát tudom, azt gondoltam. Na például most beállítom a gravitációt Holdira, sőt nem is űrre. És most nézzétek meg, felugrok és nem fog leesni. Haha! I believe I can fly. Várjál, követlek, követlek. I believe I can touch this. És Ugi valószínűleg fogad belőni. De itt erre. Igen, igen, elég, elég. Közben az arabok itt valami csodálatos zenét játszanak be. Nem tudom, hogy kell bannni. Ja, egyébként ami nagyon vicces, hogy fel tud gyorsítani magad a time-mal, így például tudsz több száz kilométer per órával akár ezerrel is menni autóval, a leggyorsabb ez a háromszoros, és is tud magad lassítani, nagyon vicces dolgokat lehet bele kihozni. Hát szerintem elég árulkod az a Mach-tűrvű sávon. Igen, igen. És... sajnos most nem tudtad, de lekapítottak. Szerintem van. Varfolok egyet, már is megyek spendre, akik keresek, és itt vagyok. Valaki van, hogy hol? Fönt? Akkor kapcsolok is be egy jetpacket, és megyek. Egyébként skint is lehet változtatni, de mindig bedob egy alapskint. Itt fent van a tetején a sziklának. Ha leütöm, ne aggódj. Hát nagyon örülök neki, hogy ezek az arabok itt megmutatják az Everyday Life-ot nálunk. Igen, egyébként a jobb oldali chatben pedig azokat írja ki, hogy ki halt meg mikor. Na, közelben. Ó, is elkezdett repülni. Azt hiszem ebből egy aranyos kis lövöldözés lesz. Ebből érek? Ó, hogy szakadnál meg! Nem, azt nem, azt nem. Ilyenkor egyszerűen megnézitek a nevét, az a neve, hogy Drom4IC. Rámész, hogy Warp. Ó, és kiszedted most, ahogy láttam. Szedtem ki, elkezdett tűnni a... Mikor láttad, rámentek, hogy Warp, és... hogy szakadnál meg. Nem baj. Igen. Dormik, hogy ki. Warp, egy olyan csávú van. Megvan, és itt vagyok igazából most mellette az autóban, ezt nem láthatjátok. De igazából van egy ilyen opció az autóban ülve,
magamra is tudok warpolni, az konkrét. Warpolj, itt is van. Szóval, hogyha nyomogatjátok egyébként a flippet, ez egyébként alapból arra lenne, hogy felborul az autó, és nem akarod, hogy felrobbanjon, akkor igazából így visszafordítja. A repairre meg tudjátok kérdezni, hogyha nyomogatjátok a flippet, az elromlik így az irányítás, és össze-vissza fog ugrálni a csapó. Valahol eltépézett, méghozzá víz alá, hoppá, nagyon cseres. Na jó. Én automat ezt nem csinálod, úgyhogy leveszünk róla minden linkot. Tehát, hogyha mellette ülsz, bennülsz abban az autóban, amiben a másik is, akkor átállítod az autót. Elteleportálni nem tudsz vele, de én most gyakorlatilag mindent átállítom. Mert itt, hó, bele, sikerült beleragasztanom a csávót ide a víz alá. Ó, el is marpolt, de megoldjuk hamarosan. Aztán szerintem ennek a, hát nem tudom, hogy ennek a felvételnek a vége, de lassan mutassunk be egy stunt szervert is, most azért nagyjából az alapszervert. Hát jó, csak ezt sem. Jó, addig én itt maradok, nem tudom. Nem tudom, szerintem hát ráére, igazából nagyon vicces és nagyon jó lehet vele szórakozni, hogy a repülőzés San Andreas szervere, ez tényleg nagyon-nagyon jó. Addig is adok magamnak egy-két rocket launchert, vagy... Hol bevezet a vízbe, nagyon cseres tényleg. Adolok magamnak vibrát. Erre nem is emlékeztem, ó, régi szép idők. De a light on, hát fiam, kell annak köszönjük fény. Na, lassan adolnom kéne magamnak mondjuk. Hol van a... Nagy gyerekben. Milyen kategóriában van a... Ó, kiszed. Most, nyírjuk ki! De szállj be! Sőt, nem is száll ki, és... Szerintem hasznosabb lenne egy rocket launcher. Azaz, na hát igazából ennek a szervernek végig, és láthatjuk egyébként a jobb felső sarokban kiírta, hogy Span kinyírta őt. Ja nem, csak azt írta ki, hogy meghalt, mert igazából felrobbant. Most ilyenkor általában el szoktak kezdődni az üdvözlő. Igen, nagyon jókat lehet trollkodni, de azért ne vigyük túlzásba. Szerintem akkor egy stunt szerver. Aha, jó, várjál. Hogyha egyébként megnyomjátok az escape-et, akkor lehet disconnectelni, úgyhogy oaj, de jó, végre. Ó, igen, ez engem is nagyon zavart. Akkor szerintem... Akkor megyünk a tegnap, mi is volt az? Az menő volt, a 100%. Ó, igen, igen, nagyon jó kis szarú. 24x7 by log game. Ó, igen, és tudod, mi az, amit még te sem tudsz, Ben? Az az, hogy rájöttünk mi közben, hogy lehet a gombokkal 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, gombokkal lehet addolni magadnak rámpákat, és ezen nagyon kis vicces dolgokat. Igen. Tegnap azt csináltuk zárva, hogy gyakorlatilag csak mentünk előre, és addolgattunk rámpákat, és mindenen át lehet menni. Nagyon jó dolog. Na. Jó, szefi kopi. Állj! Akker! Mi a lába? Kiszedett a csávó! Hú. Na! Az konkrét, szépségesen befagytam, de nem tudom. Ja, hogy aha, most sikerült bejönni annak a play ez a guest. Gyerekek, hát ez imádni. Van, amit most bemutogatod nekik, hogy milyenféle stuntok vannak, valamint milyenféle ilyen pályák. Igazából, ó, itt van egy csomó motor, minden, igazából itt is ugyanúgy tudtok addolni magatoknak minden, csak fegyvereket nem tudtok stunt szervenen, mert nyilván az csalás lenne, illetve hogyha olyan járművet addolsz, ami elvileg tudna lőni is, hát azt nem lehet. De mit csinálsz itt, fiam? Hát, fiam, nekem nem szerint kiszed, fiam? Nem lehet kiszedni embert, mert stunt szervet. Közben itt egy csáv öldököl minket. Egy különös buggal, de... Nem érdekel, gyere. Szállj be mögém, légy szíves. Annyi csitát adok. Megint felszállsáló, hát ez kicsit idegesítő, hogy igen, elég jó, hogyha messze mentek emberektől, mert igen, nagy trollok vannak. Szállj be! Megyek! És akkor mutogatunk egy kicsit, mint te. Aha, persze, még nem kell. Aztán majd mutogattatok egy-két hihetetlen erejű motoros. Azért hihetetlen. Ja, és megmutatom azt a hihetetlen erejű menőséget. Nem én voltam. Szóval azt a hihetetlen erejű menőséget majd megmutatom, amikor
mindegyiket nem mondom meg, de tőle az a motoros, amivel tegnap szájtal. Hát van vagy azt a... Azt csak ő látta, az nekem nincs meg. Akkor azt nem. Ó, a fedék. Várjál, hol van az? Baromi nagy cica. Ez az, de most arra most nem menjünk fel, az elég unalmas lenne. Nem ez az egyébként. Nem. Ez az? De arra most nem menjünk fel, mert ez volt... Ó! De nem, nem akarok. Mutathatok a fejkét motoros tuntot? Á, igen. Akkor... Addonok is gyorsan a kedvenc motoromban egy darabot. Egy pillanatra majd. Méghozzá. Az ez lenne. Oké, ha száj a fölött, én egy percre. Akkor száj le. Száj le. Ez az, és hogyha meglősz, vagy bármit csinálsz, akkor sem történik semmi, és nem ez nem, jó, ez zár, később megmutatom, na mindegy, akkor nem jössz? Hát szállj fel mögül, hogy lássák a nézőt is. Nem, megint itt a csávó, húst, húst! Ez nem fog kikerülni, fiam. Jó, szállj fel mögül, szállj fel, légy cím. Itt vagyok. Hol vagy? Itt egy kerekezek. Hol ez az itt? Na? Szálljam fel. Na, még megpróbálok eljutni oda, ahol eddig voltunk, méghozzá ide. Hát ez nem igazán az a hely, ahol voltunk, de parkolunk egy gyort. A hátsó ülésről le lehet-e? Elvileg, hogyha kikapcsolod, akkor nem, de alapjáraton igen. Most valahogy vissza kéne jutnunk oda, ahol voltunk alapból. Kikapcsoltam azt, hogy leesünk. Hát nem tudom, ahogy gondolod, tesó, hogy gondolod? Jó, mindegy. Be van kapcsolva, de egyébként itt a fizikát tudok, hogy szintén teljesen át lehet variálni az egész játékot. Nagyon be kéne oda jutni. Nem, mindegy. Ne vagy. Na szóval, ami itt elég érdekes, az a kis mérőóra. Hopp, ez így mi? Nem baj, előfordulnak meg. De elég érdekes. Most nem tudok felszállni, hát akkor szerintem szállj le vécé. Valami tetvert tetszett a számára? Na, ez kedves volt tőle. Igazi nő ilyen. Na, szóval itt látjátok a mérőt, és annál jobban felpöröm, minél gyorsabban mész. És ez így, de tegnap nagyon nagyon furcsa volt, mert egy idő után vettem észre, és azért néztem, hogy pörög volt, és így visszajöttem a képernyőt. Ezt nem tudtam, ez itt van. Akkor vettem észre, hogy ez a sebességet elkülön. Hát, igazából is pontos kérdés. Mit fogsz nagyon jól elvon? Hát ez sem ment igazán jól. De a legjobb, amit szerintem mutass meg nekik te autóval, vagy mutassam, hát megmutatom én akkor. Most... Mutasd meg, úgyhogy te ilyen hatalmas. Ó, igen, le lehet így gombokkal rakni különböző dolgokat. Amit látjátok, most itt van ez a rámpa is. Itt előttem, ugye le lehet rakni, mondjuk megnyom a 8-ast, ami nem rak le semmit, de mondjuk ezt lerakom. Vagy tényleg bármit igazából, amit csak lehet. Jajjaj. És igen, ilyen vicceséget lehet csinálni. Valaki nagyon felrobbant a dolgokat. És akkor ez igazából ez a hétetlenül karambol. Egyébként pénzt kapsz, azt tudtok érezni, mellékes. Na hát akkor szerintem ez a hétetlenül karambolra én be is végzem a pályafutásom, ma nem ment annyira a stint. De majd legközelebb. Hogyha akartok még egyébként hasonló videókat, akkor nyugodtan írjatok és kommentet a videó alá, és akkor csinálunk még spammel, vagy csinál csak ő, vagy csinálunk hárman Zyle-el esetleg. Most egyébként ugye még lesz egy, mert Zyle is itt van. Mik lesz velünk. Hát, köszönöm szépen nagyon keres. Mit kell bánni egy hölgy? Figyelj, az előbb ilyen. $150. Mit kell bánni egy hölgy, hogy a papával? Ó, és erősöst látom. Nem. De mutatok nektek olyat. Nem kell fejet. Ez neki olyan fiai. Ki fog ezt kapratni, és sem kölle. Ó, micsoda menő kamerás mozdulatokkal hallottam meg. Hova akartam menni? Hát, hogy ez fejjel mutatok, várjál. Na, még egyet. Ott. Az a baj, hogy magától kifordul a motor oldalra, pedig én nem csinálok semmit. De nem baj, nem baj. Előfordul. Hát akkor szerintem ez a videó így már ennyi, vagy? Már ennyi. Megcsináltad el is tont!
annyira nem híres, ne üdest tun! Annyira nem, és itt egy láthatatlan kerítés. Nézzük meg. Yeah! Hát igen. Elkezdtük futni a repülőt. Hát igen, ez a San Andreas multiplayer bugokkal. Ez a tökéletes szerethető, és még mindig az egyik legizgalmasabb játék, hogy haverokkal játszod, nyilván magányosan, ez se túl jó, hiszen multiplayer, de még ma is ugyanazt az élményt hozva, amit 2005-ben megjelenéskor tudott hozni, hiszen rengeteg sok lehetőséggel vagyunk itt megáldva. Szóval igazából szerintem ennyi, nem? Hát akkor köszönjük szépen a figyelmeteket! Úgyhogy majd a... Igen, a következő részben vagy Voluxa, vagy egyedül, vagy Zyla, vagy mit hárman, jéééé, veszünk! Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!